Köszöntöm Önöket az Igaz Gyöngy műsorban, Dobozi Ágnes vagyok. Mai vendégem Ádámkó Erzsébet, akit a legtöbben csak Bözsének hívnak. Én márciusban ismertem meg őt az Ideje Elhinned konferencia kapcsán, aminek az egyik főszervezője volt. Ez a konferencia több szempontból is nagyon izgalmas volt. Egyrészt azért, mert fantasztikus vendégek voltak, többek között Gary Wilkerson és Nicky Cruz. Másrészt pedig azért, mert azon a bizonyos utolsó hétvégén került megrendezésre, amikor erre még lehetőség volt, mert rögtön utána hétfőn betiltották az összes rendezvényt. Tehát mi ez, ha nem isteni időzítés? Bözse amellett, hogy fantasztikus szervező, nagyon szereti a könyveket, és elmondhatja magáról fiatalkora ellenére, hogy van egy saját könyvkiadója. Eredeti szakmáját tekintve egyébként építész, úgyhogy tényleg elmondhatjuk, hogy rendkívül sokoldalú. Szeretném ma őt bemutatni önöknek. Nagyon köszönöm, Bözse, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásomat, és tudunk egy kicsit beszélgetni. Én is köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük akkor a könyvekkel. Mikor kezdődött nálad a könyvek szeretete, hogy indult ez a történet? Hát ez már nagyon régen kezdődött, az az igazság, hogy gyerekkoromtól nagyon-nagyon szerettem olvasni, és hál' Istennek egy olyan családba születtem, ahol minden fellelhető volt, az összes egyrészt szép irodalom, tehát kifejezetten ugye a világi irodalom is, de amellett fellelhető volt a keresztény irodalom is, tehát mert a szüleim is mindent megvettek, ami őket is érdekelt, ők is elolvasták, úgyhogy volt miből válogatni, úgyhogy én gyerekkoromtól olvasom folyamatosan a könyveket, és nagyon szeretem őket. Hát akkor már otthon magadba szívtad a könyvek szeretetét, meg gondolom, akkor talán írni is szerettél, vagy próbálkoztál írni? Hát nagyon szerettem írni, de azért nem büszkélkedek ezzel, mert igazából nincsenek olyan komoly eredményeim, amit fel tudnék mutatni, de hobbi írás az igen, mindig volt, és még most is van igazából terpen, hogy majd egyszer talán könyvet írok. Na hát, nagyon fiatal vagy, úgyhogy még bármi lehet, minden lehetőséged megvan erre. És hol kerültél először kapcsolatba a könyvkiadással? A könyvkiadással a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Ifjúsági Missziójában kerültem kapcsolatba. Tulajdonképpen ez egy olyan csapat, ahol fiatalokkal foglalkozunk, az ifjúságnak, az ország ifjúságának szerveztünk programokat. Most már nem vagyok része, de elég sokáig önkénteskedtem ebben a csapatban, és ott sok mindennel foglalkoztam, tehát a könyvkiadás az nem kifejezetten profilja ennek a csapatnak, inkább a rendezvényszervezés volt. Most is van egyébként két hetente Budapesten istentiszteletük, ifjú istentiszteletük, ami kifejezetten egyetemistáknak szól, illetve évente egy tábor szokott lenni, amit meg szoktak rendezni, sajnos idén elmarad, de de ez az, ami még egy általános dolog, illetve minden évben van egy országos ifjúsági találkozó, még ezen kívül egy hétvége, amit meg szoktak szervezni, és ezekben vettem részt, illetve emellett volt ennek az országos ifjúsági missziónak egy külön ága, ami arról szólt, hogy olyan könyveket akartak kiadni, amik hiánypótlóak a keresztény társadalomban, és egy pár ilyen könyv meg is jelent. Aztán ez egy picit lecsendesült, és amikor újra kedvet kaptak ehhez, vagy újra a szívükön érezték azt, hogy ezt folytatni kellene, akkor tulajdonképpen találkozott az ő szívük vágya az én szívem vágyával, és így alakult, hogy akkor elkezdtünk ebben dolgozni, és tulajdonképpen szabad kezet kaptam valamennyire, egy tizedes társammal együtt csináltuk ketten az első könyvet, és hihetetlen élmény volt. Csak az neked is egy teljesen új terület volt, tehát gyakorlatilag ott tanultál bele ebbe? Abszolút, teljesen új terület volt, és igazából egy kicsit így kellett is kilépni a keretekből, hogy akkor így tudjam, hogy merre kell menni, mit kell csinálni, mi ennek az egésznek a folyamata, szóval ott találtuk ki így igazából a könyvkiadás közben, hogy akkor ez hogyan is kell ezt csinálni. Egyébként ezt én is bírtam volna, nagyon szeretem az ilyen kihívásokat. Igen. És mik voltak azok a könyvek? Mi volt az első könyv, amit így kiadtatok az OIM-nél? Az első könyv az David Wilkersonnak az élettörténete volt, amit a fia írt, ez a Késkereszt és hitembere. És ebben tulajdonképpen fordítóként is részt vettem, mert sürgetett az idő, mert kitűztünk magunk elé egy célt, hogy mikor ezt szeretnénk kiadni, úgyhogy a harmadát én fordítottam, illetve angol nyelvi lektorálást végeztem benne, és tulajdonképpen az egésznek a koordinációját azt ketten tartottuk így a tizedes társammal kézben, úgyhogy az elejétől a végéig végül is. A David Wilkerson fantasztikus ember, szóval ez egy nagyon jó kezdet volt, azt gondolom. Igen. Talán nekem is személyes kedvencem. Igen, nem is lehetett volna méltóbban elkezdeni, különösen, hogyha te kedvenced. Na, és mi volt még az OIM-nél akkor? Volt még egy másik könyv? Igen, volt egy másik könyv, ez a Friss szél, friss tűző, Jim Cimbalának a könyve.
Ez egyébként egy egészen nagy siker lett a baptista és pünkösdi körökben is, tehát nagyon emlegetik ezt a könyvet, úgyhogy ezt nagyon ajánlani tudom. Igazából Jim Simpel, ő egy New York-i pásztor, és azt kell róla tudni, hogy egy körülbelül 50 fős gyülekezetből épített ki egy most már ilyen 10 000 fős gyülekezetet, és egy nagyon alázatos ember, és ebben a könyvben is arra visz vissza, hogy, hogy menjünk vissza az alapokhoz, és imádkozzunk, és keressük Istent, és az fog elhozni a változást, és ez egy nagyon érdekes dolog. Szuper, szuper, nagyon jó. No, akkor ez a két könyv volt ott abban az első szakaszban, de hát ugye nem ez volt akkor még a főállásod. Mivel foglalkoztál egyetem után? Mit tanultál? Ugye említettem az elején, hogy valami egészen más szakmádon. Hát építészmérnöknek tanultam, de soha nem dolgoztam a szakmámban, mert amikor kijöttem az egyetemről, akkor egy rövid külföldi tartózkodás után rögtön elhelyezkedtem egy hivatalnál, a főpolgármesteri hivatalban, és ott tulajdonképpen környezetügyi kérdésekkel foglalkoztam, illetve városüzemeltetéssel, kicsit nemzetközi dolgokkal, tehát egészen más az, amiben én beletanultam ott, mint amit most jelen pillanatban csinálok. És ott voltam tulajdonképpen 7 évig egy rövidebb megszakítással, úgyhogy ez a szakmai pályán. Kicsit így alakult, de hát azért nem felejtetted el közben a könyvkiadást, hogy ment tovább? Igen, ez továbbra is egy nagyon fontos dolog maradt az életemben, tehát nagyon a szívemen volt, hogy ezt kellene csinálni, és hogy ennek van értéke, és hogy vannak olyan könyvek, amiket nagyon jó lenne magyarul is olvasni. És így munka mellett elkezdtem keresni a lehetőséget, hogy hogyan lehetne. Végül nem sikerült, egy cégben gondolkoztam, tehát egy vállalkozásban, de ezt nem sikerült megoldani a munka mellett, úgyhogy igazából egy alapítvány lett belőle, aminek az édesapám lett az alapítója, én lettem a kuratóriumi elnöke, mert ő azt látta, hogy ebben van egy jó missziós cél, és így mögém állt. Úgyhogy alapítványi formában működik. Egyébként most én azt gondolom, hogy utólag nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ez egy alapítványi formában került elindításra, mert sokkal egyszerűbb az adminisztrációja, és szerintem jobban is élik egyébként ez a tevékenységhez. Úgyhogy Isten tudta, hogy merre kell ezt elindítani. Úgyhogy így alakult. Akkor létrejött az alapítványot, hogy hívják az alapítványt? Az alapítvány neve Szegletkő Kiadói Alapítvány. Így van. Szuper, nagyon jó név. Igen. És aztán el is indult akkor már a könyvkiadás? Tehát mikor még dolgoztál a főpolgármesteri hivatalba, közben már így van, könyvkiadás közben már, is beindult? Igen, közben már mellette folyamatosan ezt csináltam. Dolgoztam az első könyvön, és az első könyv egyébként akkor is jelent meg, amikor még a hivatalban voltam, úgyhogy ennek nagyon örültem, a hivatali munkatársaim is nagyon örültek, hogy van egy ilyen mellékfoglalkozásom, és bátorítottak benne. És melyik volt ez a könyv? Ez a könyv az Érezted úgy mostanában, ez is egy David Wilkerson könyv egyébként, Érezted úgy mostanában, hogy feladod. Ez egy kicsike könyv egyébként, inkább ilyen zsebkönyvnek készült, és tényleg azért is, hogy könnyen forgatható legyen, én szeretem ezt a formátumot. De ez egy nagyon értékes könyv olyan szempontból, hogy helyreállás sokról van benne szó, tehát hogy hogyan tudunk helyreállni bizonyos területeken az életben, és szerintem nagyon jól használható mondjuk lelkigondozásban is. De jó. Azt gondolom. Kaptam már visszajelzést is, hogy van, aki ebben nagyon, nagyon jól használja, úgyhogy ennek meg nagyon örülök. Szuper, akkor nagyon jó választás volt ez is. Mondjuk David Wilkersonnal nehéz mellé fogni, azt gondolom. És volt még más is, ami ebben az időszakban született könyv? Már később született egyébként, tehát összesen 2 könyvünk van, ami kifejezetten a kiadói, ez a második könyv, ez a Többre lettél teremtve. Ez tavaly nyáron jelent meg, tehát ez egy kicsit már későbbi történet, és ő pedig szintén Jim Simpel, tehát a Friss Szél, Friss Tűznek az írója, és ez pedig egy ilyen kicsit ilyen motivációs könyv, hogy arra motivál minket, hogy induljunk el, merjünk elindulni Isten követésében, és abban a célban, amit ő meghatározott a mi életünkre nézve. Na hát ez nagyon jó, most feldobtad, mert én pont ezt akartam kérdezni, hogy te is elindultál azon az úton, amire úgy érezted, hogy Isten vezetett, és tettél bátor lépéseket, és meséltél nekem nagyon izgalmas sztorikat, amik ebbe téged előre mozdítottak, profécia, meg események. Légy szíves, mondd el ezeknek a láncolatát, mert nekem ez nagyon tetszett. Jó, hát igazából úgy indult az egész, hogy ugye nagyon bennem volt a vágy, hogy kellene ez a kiadó, de volt bennem egy olyan kételj, hogy most valóban ez az Isten akarata, vagy tényleg az én gondolatom és az én szívem vágya, hogy most melyik ez a kettő közül. És amikor már ott tartottunk, hogy valószínűleg alapítvány lesz belőle, akkor
Akkor is felmerült bennem, hogy vajon azért van ez, hogy nem lehet belőle cég, mert nem is kellene csinálni, vagy igazából ez Istennek az akarata. És akkor volt egy profétai konferencia, amire meghívtak, de igazából az, aki meghívott, ő pont azon az estén nem volt ott, és senkit nem ismertem. És elmentem erre a konferenciától függetlenül, és aznap este csak dicsőítettem az urat, ahogy így elkezdődött a dicsőítés, és szinte nem is tudom, tehát az első 10 perc után oda jött hozzám az előadó, akiről én azt sem tudtam, hogy úgy mászkál az emberek között. Egy tolmáccsal is mondta, hogy szeretne nekem mondani egy proféciát, és elvonultunk egy külön szobába, így hárman. És nagyon érdekes volt, mert Isten akkor már dolgozott a szívemen, nem csak az alapítvánnyal kapcsolatban, hanem így személyes dolgokkal kapcsolatban is. És ő ott tulajdonképpen elmondott minden olyan személyes dolgot, amit már Isten nekem korábban a szívemre helyezett. Tehát így konkrétan megismételte azokat, amik bennem is forogtak már egy jó pár hete, hónapja. És a lány ott állt mellette, aki egyébként fordított volna, de ugye nem kellett fordítani, mert értettem az angolt, és utána mondta, hogy ő is szívesen, vagy hogy őnek is van egy üzenete, amit szeretne elmondani, és megkérdezte tőlem, hogy könyvet írok-e. És így ránéztem. Egyébként soha nem találkoztam előtte egyikőjükkel sem. Azóta sem igazából, nem is, szerintem még nem is köszöntem meg neki. Ezt most meg is fogom tenni, azt hiszem ezek után. Szóval megkérdezte, hogy könyvet írok-e, és mondtam, hogy hát volt tervben, de hogy most jelen pillanatban nem. És kérdeztem, hogy miért, és mondta, hogy mert azt látja, hogy Jézus pakolgatja a könyveimet. Wow. És akkor ez egy olyan megerősítés volt, amire azt mondtam, hogy igen. Tehát ezek után tényleg el kell indulni. Valami van ebből a dologban. Így van, így van. És ez egyébként látszik a kiadónak a logóján is, hogyha megnézed az egyik könyvnek a szélét, hogy látszik ez a könyvpakolgatás. Jaj, ez óriási. Na hát ezt megpróbáljuk még valahogy megmutatni a nézőknek. Így van. De a könyvpakolgató. Egyébként nagyon érdekes, mert a logókészítő nem tudta, hogy ez a profécia volt. Ez komoly? Tehát nem adtál útmutatásokat, hanem nem. És ő küldött többféle verziót, és erre mind a kettőnknek erre dobbant rá a szíve. Igen. Uh-huh. Úgyhogy ez volt az egyik, ami így tulajdonképpen megerősítette bennem, hogy Isten akarja, hogy végezzem ezt a munkát. Aztán a másik, ami igazából így adott még egy új lendületet és egy új irányt ennek az egésznek, az egy évvel később történt, tehát akkor még mindig a hivatalban dolgoztam, mellette csináltam, és azt éreztem, hogy ez igazából nem elég, tehát hogy valami több kell. És volt akkor egy ilyen 40 napos böjtünk egy kisebb csapattal, és abban az időszakban nagyon közel kerültem Istenhez, és négyen ebből a csapatból elmentünk egy hétvégére Szlovákiába. Igazából eredetileg azt terveztük, hogy síelünk, de aztán ez nem jött össze, mert hó az már nem volt. De végül csak felmentünk a hegyre, és akkor onnan így néztük a tájat, és ott siklóárnyőztek. És oda jött hozzánk egy fiú, és mondta, hogy ő szívesen ugrik velünk ugye a tandemet, tehát hogy menjünk és ugorjunk. És hát a négy lányból három rögtön azt mondta, hogy biztos, hogy nem. És én is azt mondtam, hogy nem, köszönöm, nem hiszem, hogy ez az én utam, hogy most itt ugorjak egyébként így egyik pillanatra a másikra. És el is ment ez a fiú, és valahol volt bennem egy készítés, egy furcsa készítés, amit igazából nem is tudok megmagyarázni, hogy de ugrani kellett volna. És hát aztán így elhesegettem, és így eltelt egy, nekünk ott sétáltunk fönt, meg, tehát nem is rögtön, így utána mégis visszajött ez a fiú, és mondta, hogy de nem akartok mégis ugrani? És akkor mondtam, hogy de, én igen szeretnék. És aztán, hát igen, egyébként én magam is meglepődtem, meg a lányok is, és aztán végül is leugrottam. És az elején egyébként egy kicsit féltem, de aztán, amikor így már végül is a levegőben voltunk, akkor egy hihetetlen békesség járt át, és gyönyörű volt a táj, és nagyon-nagyon szép volt, ahogy feltárult előttünk, tényleg egy hihetetlen élmény volt. És amikor leérkeztünk, és ez az érdekes része, akkor a fiú megszólalt, hogy látod, ez különböztet meg téged a többiektől, hogy te mársz ugrani, és olyan dolgokat látsz meg, amiket mások nem. És ez a fiú nyilván semmit nem tudott az életemről, és nyilván semmit nem tudott, vagy hát nem gondolom, hogy keresztény volt, nem tudom. Jaj. De mégis egy olyan üzenet hangzott el a száján keresztül, ami engem nagyon mélyen megérintett. Wow. És,
És hát ez is így igazából már ültette el bennem azt, hogy valami változás kell. Nem tudtam egyébként pontosan mi, tehát próbálkoztam azzal, hogy mondjuk 6 órában dolgoznék, vagy fizetett szabadságra menni, vagy fizetés nélkül szabadságra mennék hosszabb távon. De már így elkezdődött bennem ez a gondolat. És aztán volt egy olyan időszak, tehát eltelt egy pár hónap, amikor egyébként személyes életemben is voltak ilyen dolgok, amikben ki kellett lépni a komfortzónából, és el kellett indulni, és ott is megtapasztaltam azt, hogy ez az időszak tényleg arról szól, hogy most elengedek mindent, és Isten pedig feltár nekem egy csodás új világot. És volt egy olyan időszak, amikor így kiléptem, és mégsem úgy alakult, ahogy gondoltam, és nagyon elkeseredtem, és elkezdtem. Ilyenkor mindig egyébként visszamegyek azokhoz a dolgokhoz, amelyek bátorítottak, amelyeket már korábban így megtapasztaltam Istentől, és elkezdtem olvasni a régi feljegyzéseimet. És nagyon érdekes volt, és teljesen libabőrös lettem tőle, mert megtaláltam egy 6 évvel korábbi, ez egy blogbejegyzés egyébként, egy 6 évvel korábbi blogbejegyzésemet, amiben konkrétan egy proféciát írok le, ami erre a helyzetre alkalmazható. Tehát konkrétan nem is csak, hogy erre a helyzetre alkalmazható, hanem ez a helyzet. Tehát, hogy ott vagyok, és igen, ugyanaz. És leugrok, és ott vagyok egy szikla tetején, ezt mondta nekem az a lány, aki profétált nekem, hogy ott lát a szikla tetején, ahonnan leugrok, már semmi nem tart, csak Isten, csodálom a tájat, és Isten békessége megnyugszik rajtam, és tényleg olyan csodás dolgokat mutat, amiket soha nem gondoltam. Tehát ugyanezt mondta. Így van. Gyakorlatilag én egyébként készültem, engednek, hogy felolvassam pontosan, csak azért, hogy tényleg a történelmi hűség miatt, mert elképesztő a hasonlóság. Tehát ezt írja Böze egy blogbejegyzésében, 2013-ból származik ez a bejegyzés, valaki neki profétálta tehát. Láttalak, amint leugrottál egy szikláról, és egy ejtőernyő nyílt ki feletted. Habár zuhantál, Isten tartott téged, te pedig csak nézted a gyönyörű tájat. Ez lesz az az idő az életedben, amikor teljesen megbízol Istenben, és csak élvezed azt, amit ad neked. Tehát 2013-ban kaptad ezt a proféciát, és akkor 2019-ben jött ez a siklóernyős srác, aki abszolút ráerősített erre a gondolatra, anélkül, hogy lett volna bármi fogalma arról, hogy benned mi zajlik éppen. Így van. És ez nagyon, egy nagyon mély nyomot hagyott bennem, és még tovább folyt bennem ugye a gondolatoknak az áradata, hogy most akkor tényleg mit kell csinálni, hogyan kell tovább menni ezzel. És végül is ez oda vezetett, hogy igazából a dicsőítőiskola, a nyári dicsőítőiskola után, ami egyébként mindig egy ilyen nagyon, nagyon pozitív élmény, és mindig úgy feltöltődve lép vissza az ember a hétköznapokban, úgy döntöttem, hogy akkor felmondok. És felmondtam. És őszinte leszek, hogy nagyon nehezen tettem meg ezt a lépést, és sokáig még utána egyébként nagyon gondolkoztam, hogy jól tettem, igen, nem jól tettem, igen. És álmatlanul forgolódtam éjszaka, szóval azért voltak ilyenek, de Isten megerősítette, hogy ez a lépés, ez kellett később. Úgyhogy igazából nagyon hálás vagyok neki, hogy ebbe az irányba vitt, és hogy segített meglépni ezt. És kaptál egy gyors megerősítést is, Istentől erről meséltél nekem, mi volt ez a történet? Így van, éppen hogy ugye felmondtam, de még a felmondási időmet töltöttem, és már ugye kezdtünk gondolkozni, hogy akkor hogyan menjünk tovább az alapítványjal, így az édesapám is segített, hogy akkor merre menjünk, milyen irányba, és ő talált egy filmet, ami nagyon tetszett neki, tehát így felkeltette a figyelmét, és ez egy könyv alapján készült, ennek a címe Unplanned, ami magyarul nem tervezettként fordítható, és mondta, hogy nézzem meg ezt a filmet, és döntsem el, hogy akkor ez beleillik az alapítványnak a palettájába, vagy sem. És megnéztem, és én is úgy gondoltam, hogy ez egy olyan könyv, amit érdemes lenne lefordítani, viszont hát eddig egy kicsit másféle könyvekkel foglalkoztam, ugye keresztény könyvekkel, ez is egyébként keresztény, tehát van benne egy keresztény vonulat, de nem kifejezetten keresztény könyv, hanem ez egy életrajzi könyv, és elég sok példányban jelent meg egyébként nagyon sok helyen. Az a lényeg, hogy nem volt tapasztalatom ebben, és amikor megkerestem a kiadót, akkor írták, hogy akkor adjak egy ajánlatot, hogy hogyan képzelem el, hány példányban adnánk ki, mennyiért értékesítenénk, mindig van egy ilyen előzetes felmérésük, és hát én azt szépen elkészítettem, ugye az előző tapasztalatoknak megfelelően, egy picit naívan,
És a léptékben, amiben te gondolkoztál. Így van, igen. És leírtam, hogy van két könyvünk a kiadónak összesen, tehát nagyon vicces volt egyébként így utólag visszanézve az ajánlat. És aztán ez volt mondjuk nem tudom vasárnap, és elkezdtem utána nézni, hogy mondjuk mégis hány példányban adták el ezt a könyvet, Magyarországon mi az, ami hasonló jellegű, azt hány példányban adták el, és így nagyon elszégyeltem magam, hogy borzasztóan alálőttem. Tehát tényleg nem sikerült így jól megbecsülni, hogy mennyit fogunk eladni. És így teljesen összetörtem, hogy hát ez biztos, hogy akkor így nem fog összeni. Tehát, hogyha valaki könyves szakember is ránéz erre az ajánlatra, hát ők biztos, hogy tudják, hogy ez hány példányban lehet eladni, meg hogyan, és hogy ez biztos nem fog összejönni. És akkor így szóltam a barátnőmnek, hogy ez hétfő este volt, így szóltam, hogy figyelj, imádkozzunk, mert itt igazából nem tudok mit csinálni, hogyha Isten azt akarja, hogy ezt a könyvet mi adjuk ki, akkor itt már csak az ima meg a csoda segíthet. És akkor így a barátnőmmel imádkoztunk. És aztán másnap, akkor meg mindegy, akkor éppen találkoztunk így ugyanezzel a lányjal, és beszélgettünk, és miközben beszélgettünk, érkezett egy e-mail, amiben ott volt a szerződés tervezet. Három nap, vagy kettő nap alatt gyakorlatilag egy kiadó cégtől? Így van, ráadásul egy nagy kiadó cégtől, és ez még azért is érdekes, mert az a nap, az a keddi nap, az az első olyan napom volt, amikor már nem volt a munkaviszonyban. Úgyhogy Isten ezzel konkrétan ott tényleg ugyanúgy voltunk így a barátnőmmel, hogy ezt nem hisszük el, hogy egyrészt egy nap alatt így válaszol Isten, és ráadásul tényleg még a jogdíjakban is így eléggé alálőttem, és még azokat is elfogadták, az összes feltételt, úgyhogy ez tényleg egy ilyen csoda volt, amit úgy érzem, hogy Isten szerintem meg is akarta egyébként erősíteni, hogy ezt a könyvet nekem kell kiadni, mert azt gondolom, hogy ennek azért lesz visszhangja, tehát ez egy támadható könyv is, tehát azért hozzáteszem, hogy ugye vannak az abortusz ellen, abortusz mellett ugye azért érvek, meg táborok, és szerintem ez azért támadható, az Isten szerintem meg akarta erősíteni, hogy ezt nekünk kell kiadni, és emellett ki kell állni. Na mutassuk meg ezt a könyvet, ez akkor most fordítás alatt van, ugye? Már le van fordítva, majd az angol nyelvi lektorálása fog megtörténni, és akkor utána elvileg. Igen. Ez az angol változat, most még csak ezt tudjuk a kezünkbe tartani. Igen. Hát fantasztikus, ez már egy nagyon jó sztori. És akkor most járunk körülbelül ennek az évnek az elején, vagy az előző év végén, ugye? És aztán jött az a bizonyos konferencia, ahol mi megismerkedtünk. Ez hogy került képbe egyáltalán? Hát igazából ennek a konferenciának a szervezése már elindult egy évvel korábban. Aha. Akkor még csak egy ilyen kezdeti megbeszélés volt. És ennek az évnek pontosan arra az időszakára esett, nem tudja, hogy 2019-nek a konferenciának a nagyobb szervezési feladata, amikor én felszabadultam, és volt tulajdonképpen időm és energiám, és igazából itt találkozott össze ez a két igény, hogy valaki kellett az egyházba, aki egyébként besegít és csinálja ezt a konferenciát, és így én pedig ott voltam, már alapból benne egyébként ebben a szervezőbizottságban, és így rám bízták ezt a feladatot, hogy nekem most van időm, akkor így csináljam. És nekem ez egy nagyon-nagyon nagy ajándék volt. Egyrészt összesen körülbelül egy hónapot voltam, úgymond idézőjelben munkanélkül. Másrésztről pedig David Wilkerson, hogy a gyerekkoromtól nagyon inspirált, a Kés is kereszt, ez nekem ilyen gyerekkori olvasmányom volt, és nagyon-nagyon szerettem. Igen, és nagyon nagy élmény volt, hogy tulajdonképpen Nicky Cruise-zal és Gary Wilkersonnal lehetett együtt dolgozni, úgyhogy ezt is egy hihetetlen nagy áldásnak élem meg, és hozzáteszem, hogy a konferencia is tulajdonképpen elősegítette egyébként az alapítványnak is a munkáját, mert ugyan volt akkor éppen folyamatban egy könyvkiadás, de még hármat kaptunk így ajándékba tulajdonképpen ezzel a konferenciával együtt, és ráadásul olyan könyveket adtunk ki, ami nagyon a szívemen volt, hogy ezeket újra ki kell adni. Ugye pont az egyik a Kés is kereszt, ami ugye nagy kedvencem, a másik Nicky Cruise-nak az élettörténete, a Repülj kicsim repülj, amit egy kicsit át is dolgoztunk, úgyhogy ez is egy ilyen nagyon nagy sikertörténet, hogy az újra ki van adva. És a harmadik pedig, ami nagyon-nagyon régóta szívemben volt, ez a látomás és azon túl. Mert azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos, profétikus mű, és ma pontosan ugyanolyan aktuális, mint amikor megíródott, és mint amikor először ki lett adva Magyarországon. Na, mutassuk akkor meg ezeket, akkor ezt kezdjük visszafelé, ha a látomással fejezted be, akkor nézzük először, ugye az David Wilkerson, a látomás. Ja, bocsánat, ez a látomás. Igen. Tehát akkor ez is egy vadonatúj kiadás, tehát ez már egyszer biztosan megjelent magyarul, mert nekem egy másik kiadásban van meg, úgyhogy ez is nagyon szuper, hogy
hogy újra megjelent, elképesztőek ezek a proféciák, tehát hogy mikor születtek ezek, mikor volt az 1972-ben. Első? 72-ben, és gyakorlatilag ma ugyanolyan frissen így lehet van. Olvasni, és a mai korunkról egy szinte ugyanolyan látlelet, mint amikor ez 82-ben elszökt. Sőt, egyre inkább aktuális, én azt gondolom. Igen. Egyre több dolog látjuk, hogy most nyer értelmet azok közül, amikről szó van. Na hát Kés és kereszt, hát ő az örök klasszikus, igen. Az örök fantasztikus. Hát én egyébként most a konferencia kapcsán megint újra olvastam ezt a könyvet, mert ezt nem lehet megunni. Fantasztikusan inspiráló az, ahogy David Wilkerson hallgatott Isten szavára, is tette azt, amit tennie kellett, ment, és az utcán a drogos, teljesen lecsúszott bandák között New Yorkban hirdette az evangéliumot, és ahogy tértek meg emberek, és ahogy tért meg ugye Nicky Cruz is, ott a fiatalok között, és akkor mutassuk meg az ő életrajzi könyvét, tehát ez a Repülj kicsim, repülj, hát ez is egy abszolút kötelező olvasmány. Nagyon-nagyon szuper, hogy ezeket újra kiadtátok, és akkor ebben már az alapítvány közreműködött, vagy közösen csináltátok. Igazából mindegyik máshogyan került kiadásra, de az a lényeg, hogy mindegyikben közreműködő volt az alapítvány, úgyhogy ez egy nagyon nagy bizonyság, hogy akkor így igazából körülbelül 3 hónap alatt kiadtunk 3 könyvet, ami nem volt kis munka, de azt gondolom, hogy nagyon megérte. Aha. Maradt még 2 könyvünk itt az asztalon, amiről nem beszéltünk. Mik ezek? Akkor légy szíves, mutasd meg. Ez Gary Wilkersonnak az Isten jó akarata című könyve. Uh-huh. Ez is tulajdonképpen a konferenciára került kiadásra, és ez egyébként egy elég friss könyve Gary Wilkersonnak. Csak ezt nem a kiadónk adta ki, hanem ezt a World Challenge maga intézte a kiadást, de most egyébként mi értékesítjük, úgyhogy végül is ilyen szempontból van közel a kiadóhoz. Szuper. Illetve maradt még egy könyv, ez angol, még jelen pillanatban, de ennek most éppen dolgozom a fordításán. Ez a Friss Hit, ez a Jim Cimbalának a Friss Szél, Friss Tűznek a folytatása, és ez az OIM, tehát az Országos Ifjúsági Misszió kiadásában fog megjelenni, és mi vagyunk a közreműködők. Uh-huh. Tehát akkor ez is egy közös munka. Így van, az OIM-mel. Nagyon szuper. És akkor erre a konferencia időszakra ugye megint az egyházban dolgoztál. Így van, igen. És amikor mi utoljára beszéltünk, mert hogy azért azt eláruljuk most, hogy mi már a vírusválság előtt terveztünk egy találkozót, és akkor az éppen ugye abban a fázisban voltál, hogy április végén majd véget ér ez a szakasz, hogy te dolgozol az egyháznak, és aztán izgatottan várod azt, hogy Isten mit fog eléd hozni, és mi lesz az a bizonyos további utazás, amit ott az ejtőernyőn majd folytatsz, és élvezed azt, ahogyan Isten visz tovább a tenyerén, úgyhogy én nagyon izgatottan vártam ezt a mostani találkozást, hogy végre sor kerüljön erre a beszélgetésre, és hogy mi történt április végével, amikor ugye neked lejárt ez a bizonyos szerződésed, és vártad azt, hogy Isten lépjen. Igen, hát ez egy nagyon izgalmas időszak volt. Ugye hát mindenkinek egy kicsit inkább ilyen a leállásról szólt, tehát arról, hogy egy kicsit ugye fellélegzik, stb. De én pont ott voltam, hogy fogalmam sem volt, hogy április után mit fogok csinálni. És hál' Istennek tényleg azt mondhatom, hogy szinte átmenet nélkül kaptam ajánlatot, és nem is kellett munkát keresnem, nem is kellett azon gondolkoznom, hogy a megélhetésemet miből biztosítom, hanem több ajánlat is érkezett egyszerre, és teljesen lenyűgözőnek tartom azt, hogy Isten, ha valamit megígér és megmond előre, akkor ahhoz tartja a szavát és hűséges, és amit el tudok ebből mondani, az, hogy az egyháznál tulajdonképpen olyan jó kapcsolat alakult ki. Egyébként korábban is jó kapcsolat volt, tehát én nagyon sokat önkénteskedtem ott, de nagyon megszerettek és felajánlottak egy továbbfoglalkoztatást, úgyhogy tulajdonképpen részben ez is megmaradt, hogy az egyháznak fogok dolgozni, illetve közben kaptam egy felkérést a nyári dicsőítő és proféta iskolától, hogy oda is segítsek be, úgyhogy, úgyhogy ott fogok még tevékenykedni. És emellett volt még egy olyan dolog, ami tulajdonképpen így elém került, és aminek nagyon örültem. Ez teljesen más, és nem keresztény, nincsen keresztény vonulata. Tulajdonképpen már tavaly elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen jó lenne, hogyha a tanulmányaimat esetleg tudnám még valahogyan folytatni, és adott egy lehetőség egy egészen jó doktori iskolába jelentkezni. Úgyhogy most jelen pillanatban éppen a héten véglegesítettem a kutatási tervemet, és adtam le a jelentkezésemet a doktori iskolába, amit még nem tudom, hogy el fogok-e kezdeni szeptembertől, viszont úgy éreztem, hogy nyílnak az ajtók ezelőtt, és legalább meg akarom tartani a lehetőségét, hogyha gondolom, akkor szeptemberben el tudjam kezdeni. És ott is tényleg egy ilyen, tényleg azt érzem, hogy Isten nagyon visszaigazolta azt,
hogy ebbe az irányba is kell menni, mert tényleg, amikor megérkeztem, a téma is egyébként csak így az eszembe jutott egyszer, hogy mi a téma, akkor már így feldobtad. Hát a téma az tulajdonképpen egy kicsit bonyolult, klímavédelemmel kapcsolatos. Az a lényeg, hogy költségvetés készítő programot szeretnénk úgy kiegészíteni, hogy az mutassa a kibocsátást is, hogy mondjuk egy bizonyos technológiánál, vagy egy építőanyagnál, miközben egy épület ugye elkészül, látni lehessen, hogy mi mekkora környezeti hatással jár. Ez izgalmas. És azt szeretnénk, hogy ez már abban a pillanatban a döntéshozó elé kerüljön, amikor még nincsen meg az épület, hanem még a tervezési szakaszban, és akkor látja, hogy ez milyen környezeti hatással lesz. És hogyha úgy gondolja, hogy mondjuk ez a technológia túlságosan nem környezettudatos, akkor még mindig tud változtatni, és akkor látja, hogy minek milyen hatása van. Ez lenne a lényeg. Wow. Vagy akár az engedélyeztetési procedúrának a feltétele is lehet ez, hogy bizonyos kibocsátás. Hát, egyébként most már vannak is ilyenek, úgyhogy ez majd kialakul, de azt gondolom, hogy mindenféleképpen ez egy ilyen döntés előkészítő, segítő eszköz lenne. De jó. És ez nagyon komoly. Igen. Mondtam én, hogy sok oldalú ez a láng. és amikor ezzel megkerestem így a témavezetőmet, aki végül is felajánlott, hogy ő lesz a témavezetőm, akkor ez nagyon tetszett neki, és kifejezetten bátorított, hogy akkor adjam be a jelentkezésemet, és induljak el ebbe az irányba. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, de az már mindenféleképpen egy pozitív dolog, hogy tulajdonképpen több felé is mehetek. Aha. És vannak lehetőségeim. De közben azért akkor a könyvkiadást is szeretnéd természetesen folytatni. Igen. Aha. Az alapítvány az most egyébként az elsődleges, tehát hogy ezek a dolgok mint ilyen plusz dolgok igazából, de az alapítvány az, amin a fókusz van. És csak azt is egy kicsit most próbálom átalakítani, mert nagyon sok mindent csináltam én, tehát én fordítottam, én angol nyelvi lektoráltam, ami nagyon-nagyon időigényes, viszont azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ezeket a feladatokat nekem kell csinálni, hanem ezeket megpróbálom most már kiszervezni. És így talán több időm marad arra, hogy akkor tényleg azt kutassam fel, hogy milyen könyvet adunk ki legközelebb, és milyen irányba megyünk. Aha. Úgyhogy ez a terv. De jó, hát azt látom, hogy nagyon jó érzékkel nyúlsz a könyvekhez, meg jól találod meg azokat, amiket így valóban rád akar bízni Isten, hogy megjelenjen a magyar olvasók számára, és úgyhogy én ebben nagyon sok sikert kívánok neked, meg köszönöm. Az, hogy tényleg hozza Isten eléd azokat az izgalmas könyveket, amik áldást jelentenek számunkra, köszönöm. És meg a számodra is, amikor ezekkel foglalkozol, és bármely részében a munkának részt veszel. Meg hát a többi területhez is akkor nagyon sok sikert kívánok neked. Elképesztő ez a paletta. Tényleg, amikor itt volt a karantén időszak, és mások elvesztették a munkájukat, meg sokan nagyon komoly nehézségekbe kerültek, akkor Isten eléd hozott gyakorlatilag egy csomó lehetőséget, amik között válogathatsz, vagy akár egyszerre csinálhatod mindegyiket. Nagyon-nagyon jó. Ez számomra is nagyon meglepő, és rendkívül arról tanúskodik, hogy Isten milyen hűséges, hogyha ő tényleg valamit megígér, akkor ezt meg is cselekszik. Így van, ámen. Legyen ez a végszó, mert ennél jobban úgy sem tudnánk befejezni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Bözse, és hogy mindezt elmondtad. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, találkozunk jövő héten, viszontlátásra!